A Szabadkai VKT munkáját mától kezdve bojkottálja a Demokrata Párt négy képviselője, ezt a DP felhatalmazott tanácsokkal jelentette be. A Demokrata Párt tanácsokai addig bojkottálják a munkát, még nem teremtődnek meg a feltételek egy korrekt és fair országos választásra. Emellett szabad médiát is szeretnénk. A hatalmi többséget alkotó tanácsokok elfogadták azt az önkormányzati előterjesztést, amely a város taxi közlekedését szabályozza. Kötelezővé tesszük az egészségügyi bizonylat beszerzését is, mivel megfigyeltük, hogy sokan azért kezdenek el taxizni idősebb korban, mert hiányzik nekik egy-két évig az öregségi nyugdíjig. Tvore preduzetničku radnju, bave se taksi prevozom, da bi praktično došli ispunili uslov za starosnu penziju. A VKT mai ülésén új igazgatót kapott a Szabadkai távfűtőművek Predrag Bóbi személyében, aki ma még a Wulin féle szocialisták mozgalmat tagjaként ült a hatalmi Haladó Párt frakciójának padsoraiban. A döntést a mozgalom a polgári Szabadkáért nem támogatta, míg a Haladó Párt azzal évelt, hogy az eddig igazgató Dero Akvetovics marad a közvállalatban, hiszen valakinek ki kell nevelni az új igazgatót. Döntés született arról is, hogy Lovas Ildikó író és magyar nyelvtanára foglalkoztatotta képviselőjeként igazgatóbizottsági tag lesz a Szabadkai Városi Könyvtárban. Kinevezését a mozgalom a polgári Szabadkáért ellenezte, úgy fogalmazván, hogy ebben az esetben is akár a távfűtőművek igazgatójának kinevezésekor politikai döntésről van szó, hiszen Lovas szakmai képességét nem vitatva a VMS tanácsának tagja.